Sziasztok! A helyzet az, hogy a karácsonyi időszakra elkezdett lerobbanni a torkom, és a hangom egy repett fazékra kezdett hasonlítani. Úgyhogy megkértem Szilvit, aki a karácsonyi nyereményjátékunkat sorsolta a Facebookon, hogy adja a hangját a mai anyaghoz. Szóval ne is vesztegessük a szót, jöjjön a Microsoft Office 2019, én meg megyek, azok magamnak egy teát. Először is tisztázzunk le valamit. Az Office 365 és az Office 2019 két külön változata a Microsoft termékcsaládjának. Amíg a 2019 egy egyszeri kiadás, addig az Office 365 esetében havonta kapjuk meg a frissítéseket és az új funkciókat a fejlesztőktől. Miért is van értelme akkor a 2019-nek? Nos, mivel nem tart mindenki ugyanott a felhő alapú rendszerek alkalmazásában, tehát nincs lehetőségünk a netes kapcsolathoz és adatforgalomhoz kötött változathoz, így kellett egy offline kiadás is, amit elég egyszer telepíteni a gépre. Ez ugyan frissítéseket nem kap majd, de egy fix és a legutóbbi fejlesztésekkel rendelkező Office csomagot biztosít számunkra. Négy fő pontban határozhatjuk meg, hogy mi frissült az előző kiadáshoz képest az Office 2019-ben. Az első és talán a leglátványosabb a PowerPoint, ahol a hangsúly a hatásosabb tartalmak elkészítésén volt. Új és továbbfejlesztett előadó nézetnek hála, a prezentálás közben egyszerre láthatjuk jegyzeteinket és a prezentációt, miközben a nézők csak a diákat látják. Az új közelítés funkció a dinamikus prezentációkhoz szolgál. Az alakváltás átmenet a moziszerű élményért, az ikonok a méretezhető vektorgrafikák és a segédvonalak pedig a minőségi, jó felbontású képanyagok elkészítéséhez jönnek majd jól. A második főpont a szövegszerkesztő, azaz a Word frissítése volt. Itt megoszlanak a készségek, ugyanis a Mac és a Windows platformra jöttek ki külön-külön újítások. A szöveg felolvasás funkció rendkívül hasznos lehet a gyengén látók számára, míg a mostanában divatos fekete téma is jól áll a Wordnek. A Mac felhasználók egy beépített fordítóval és a fókuszmóddal bővültek. Utóbbinak köszönhetően csak a szöveg lesz a kijelzőn, így minden egyéb zavaró tényező, mint a menők és a többi, eltűnnek. Természetesen a táblázat kezelő is átesett egy kis transzfervarráson. A Power Pivot, azaz a nagy mennyiségű adatkezelésre képes belső rendszerének hála, az Excel továbbra is kész komoly adatmennyiséggel dolgozni. Új elemzési funkciók, Excel függvények és diagramok is bekerültek a programba, valamint az idővonal alkalmazása is. Végül, de nem utolsó sorban az Outlook is frissült. A legfőbb változásként a Mentions, azaz a megjelenés funkciót emlegethetjük. Ez lehetővé teszi, hogy a szövegtörzsben megemlített kontaktunk is megkapja az e-mailt anélkül, hogy a címzettek közé tennénk, illetve lesz lehetőségünk kimondottan a megjelölt levelek mappázására is. Másik pozitívum a levelek szűrése. A számunkra priorizált leveleket helyezi előtérbe a program, így tényleg csak a lényeges üzenetekre kell odafigyelnünk. Érdemes még megemlíteni, hogy a Microsoft igyekszik a tollak és a gesztusvezérlés alkalmazását a lehető legjobban integrálni a rendszereibe. Így a Microsoft Office 2019-ben is több ilyen jellegű frissítést láthatunk. Ott vannak a kínálatban a hordozható tolltartó, a nyomásérzékenység és a döntési effektusok is. Természetesen, hogyha szeretnél további információkat kapni a Microsoft Office 2019-ről, akkor a videó leírásában találsz hozzá egy linket. A videó zárásaként szeretnék mindenkinek nagyon boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánni, és természetesen nem csak én szeretnék egy pár jó kívánsággal jelentkezni még így a videó végén. Békés és boldog ünnepeket kívánok mindenkinek a Notebook.hu nevében. És hogy egy klasszikussal zárjunk. Kellemes karácsony, te mocskos állat! És boldog új évet!